5 milliárd a megyének, jelentős beruházások kezdődnek jövőre a regionális operatív program forrásaiból. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 13 városban valósulnak meg fejlesztések. Útfelújítások Nyíregyházán, az Országzászló téren felmarták az aszfaltot, ezen a héten több, kevésbé forgalmas útszakaszon is végeznek rekonstrukciós munkákat. Közös ügy az egészség, a szenvedélybetegségek visszaszorítása, a fertőző betegségek megállítása a fő célja a legfrissebb ukrán-magyar uniós programnak. Jelentős beruházások kezdődnek jövőre a megyében a regionális operatív program forrásaiból. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Pályázni szociális típusú és funkcióbővítő városrehabilitációra, valamint út- és gazdaságfejlesztésre lehetett. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen 13 városban 5 milliárd forint értékben valósulnak meg fejlesztések. A kormány úgy döntött, hogy újabb 25 esetben támogat funkcióbővítő és szociális célú városrehabilitációs pályázatokat az Észak-Alföldi régióban közel 9 milliárd forint értékben. Ebből közel 5 milliárdot Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 13 városa nyert el. A szociális típusú városrehabilitáció alapvető célja a városok leromlott vagy leszakadó városrészeinek rendbetétele. Legjelentősebb eleme ennek a mostani döntésnek az a két város célú rehabilitációs pályázat, a szociális életre funkcióbővítő városrehabilitációs pályázat, amelyben régiós szinten több mint 9 milliárd forintról született döntés. Örömteli számunkra, hogy ennek a forrásnak több mint felét, 4,7 milliárdot a megyében lévő települési pályázatok nyerték. A szociális városrehabilitációs pályázaton Nagykáló, Nagyhalász, Nagyecsed, Ibrány, Kisvárda és Nyírmada összesen 2,2 milliárdot nyert. A funkcióbővítő konstrukcióra pedig Kisvárda, Nagykáló, Nyírbátor, Csenger, Újfehértó, Záhony és Ibrány kap több mint 2,2 milliárd forintot. A funkcióbővítő konstrukció célja, hogy mind a helyi és vonzás körzetében élő lakosság, mind pedig a befektetők, turisták számára vonzó szolgáltatóváros központok alakuljanak ki, amelyek megfelelő szintű gazdasági, kulturális, közösségi szolgáltatásokat képesek biztosítani úgy, hogy hozzájáruljanak a munkahelyek bővítéséhez. A források önkormányzati utak felújítását is biztosítják. Ugye az öreg vita, ugye mindenki szeretne önkormányzati úthoz pénzhez jutni, most a tartalék keretből tudtunk 12 darabot támogatni 3,1 milliárd forint értékben, és itt is ugye vannak megyei nyertesek, Fehérgyalmat, Mátészalka, illetve Nyíregyháza tekintetében. Tehát ezt megállapíthatjuk, hogy ez egy öröm dolog, ami itt történik, majdnem kisöpörtük a regionális operatív programot, ez egy jó hír, hogy nem marad bent pénz, nem kell visszafizetnünk Brüsszelnek. A beruházások többsége a következő évben valósul meg. A tájékoztatón az is elhangzott, hogy egy kormányhatározat értelmében a fejlesztési ügynökségek 2014-től a megyei önkormányzatok irányítása alá kerülnek, így még szorosabb lesz az együttműködés a következő uniós költségvetési ciklusban. Ennek kapcsán az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség hamarosan irodát is nyit Nyíregyházán. Több útszakasz rekonstrukcióját végzik egyszerre Nyíregyházán. A belvárosban az Országzászló téren felmarták az aszfaltot, a kivitelező várhatóan a hét végére el is készül a beruházással. Addig azonban ezen a szakaszon sebességkorlátozásra, illetve sávelterelésre kell számítaniuk a járművezetőknek. Több kevésbé forgalmas útszakaszon is elvégzik a helyreállítási munkálatokat, az időjárástól függően ezeket is hamarosan befejezik. Lassítaniuk kell az Országzászló téren közlekedőknek, a hétvégén felmarták az útszakaszon az aszfaltot. A Tudomány és Technika házától a Zrínyi Ilona utcáig valamennyi sávot 108 méteres szakaszon bontották fel. A munkálatokat a kevésbé forgalmas hétvégi időpontban kezdték, hogy minél kevésbé zavarja a városi közlekedést. A munkálatok ideje alatt sebességkorlátozásra, illetve sávelterelésre kell számítaniuk a járművezetőknek. A továbbiakban szintbe helyezik a vízelnyelő rácsokat és aknafedlapokat, valamint kicserélik a szegélyköveket is. Az út aszfaltozása szeptember 22-én vasárnap fejeződik be. Az egész projekt befejezése az november közepe, november 15-e, merjük remélni, hogy az időjárás is velünk lesz, és a kivitelező tartani tudja ezt az időpontot, de a héten már a burkolat felújítása
az új burkolat készítése ezeken az utcákon, a Kisteleki szőlő, Orvos és Nyírszőlősi utcákon meg fog kezdődni. Hétfőn azoknak az utcakaszoknak is megkezdték a felújítását, amelyek kevésbé forgalmasak. Ezeken úgynevezett bitumen emulzió és zúzott kőkeverékét rakják le. Szeptember 18-án szerdán a Búcsú utcán, a Búcsú közben és a Ragyogó utcán, csütörtökön pedig az Izabella és a Szeder utcán végeznek felületi burkolást. A munkálatokat csak száraz időben tudják elvégezni, eső esetén a beruházás elhúzódhat. A Búzatéri parkoló és az Alkamáté utca aszfaltozása már befejeződött. Újabb munkahelyeket teremt Nyírbátorban a Koloplast. A dán érdekeltségű cég ugyanis bővíti magyarországi gyártókapacitását, hangsúlyozta tájékoztatóján Simon Miklós, a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus elmondta, Nyírbátorban a beruházás 426 ember foglalkoztatását teszi lehetővé. Az állami szerepvállalásnak köszönhetően több száz új munkahely létesülhet a nyírbátori térségben, kezdte tájékoztatóját Simon Miklós országgyűlési képviselő. Az elmúlt hetekben arról szóltak a hírek, hogy állami segítséggel több mint 200 új munkahely jöhet létre a körzetben. Hétfőn pedig a Koloplast jelentette be, hogy 21 milliárd forintos beruházással újabb üzemet létesít a nyírbátori ipari parkban, amelyet az állam 2 milliárddal támogat. Simon Miklós szerint az elmúlt évek romló statisztikája megfordulni lát, és folyamatosan javul a város és környékének munkaerőpiaci helyzete. A közmunkaprogramoknak köszönhetően 2011 végétől a folyamatot sikerült megállítani, és most elértük a 2003-2004-es szintet. Ez azt jelenti, hogy 4000 álláskereső van a térségünkben. Az alagút végén a fény az egyértelműen látszik, mármint ami a munkahelyteremtést illeti. A nyírbátori gyáregység fokozatos fejlesztésével egyébként 2007 óta több mint 800 főre emelkedett a gyógyászati segédeszközgyártásban dolgozók száma. A most bejelentett beruházás révén újabb 426 embernek adnak munkát. A térség országgyűlési képviselője arra számít, hogy a jövőben újabb beruházások is segíthetik a munkahelyteremtést, hiszen a 2014-től induló uniós ciklusban a források 60%-át gazdaságfejlesztésre fordítják, amely újabb lendületet adhat a nyírbátori körzet fejlődésének. Elégedetlenek a betegek, nincsenek az ellátáshoz szükséges eszközök, és az orvosi hiány is nagy gondot okoz a József András Oktatókórház életében, véli az MSZP megyei alelnöke. Halmi József szerint pazarol a kórház vezetése, többek között magáncélra használják a szolgálati autókat, valamint sokszor jogtalanul vesznek fel készenléti díjakat. Névtelen feladótól a kórházügyekkel foglalkozó hivatalos és véleménynyilvánító dokumentumokat kapott az MSZP megyei szervezete, kezdte nyíregyházi tájékoztatóját a párt megyei alelnöke. Halmi József elmondta, az iratok arról szólnak, hogy a Fideszhez közeli kórházakban dolgozó emberek magasabb beosztásokba kerülnek, így a fizetésük és különböző jogcímen osztott díjaik is nőnek. Halmi József kiemelte, az úgynevezett készenléti díjak egy év alatt elérik a 7 millió forintot, amit a legtöbben jogtalanul teljesítés nélkül vettek fel. Az igazgatók és a kórházi vezetők szolgálati autót magánhasználatra használhatják. Van olyan információnk, hogy van olyan év, ami a 9 milliót eléri ezeknek az autóknak a használatát. Számoljuk ki 7 millió, meg 9 millió, meg műszaki igazgatói bérből, operatív igazgatói bér, ez több millió forint, több 10 millió forint, miközben azt látjuk, hogy a kórházban elégedetlenek az emberek, be kell vinni a gyógyszert, nincs ellátás, már azt halljuk, hogy orvos hiány van, azért azt gondoljuk, hogy nagyon nagy gondok vannak a kórházban. A politikus hozzátette, még mindig akadnak megválaszolatlan kérdések a kórházzal kapcsolatosan. Mint mondta, körülbelül fél évvel ezelőtt már küldtek levelet a kórház vezetőjének, aki nem válaszolt az abban szereplő kérdésekre. Többek között a kórházfejlesztő beruházások állapotára, az orvoshiányra irányuló kérdésekre, valamint arra, hogy hol tart Kis Zoltán egykori holding igazgató rendőrségi ügye. Halálos közúti baleset történt Nyíregyházán kedden kora délután. A Sóstói úti buszvégállomáson egy idős asszony esett eddig tisztázatlan körülmények miatt a menetrend szerinti helyi autóbusz alá. A nagy erőkkel kivonuló tűzoltók darus kocsival emelték le az autóbuszt az idős nőről, de a mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A rendőrség szakértők bevonásával megkezdte a baleset körülményeinek tisztázását.
A szenvedélybetegségek visszaszorítása, a fertőző betegségek, például a TBC terjedésének megállítása, szűréssel, tájékoztatással. Az egészség megőrzés a fő célja a legfrissebb ukrán-magyar uniós programnak. A készségek a jövőhöz a sürgető népegészségügyi problémák megoldására fókuszál a határ két oldalán. Az Európai Unió erre a célra több mint 111 ezer eurót biztosított 90%-os támogatás mellett, amit itthon az Alter Ego Egyesület ukrán oldalon a már futó TACS program koordinál. Egész Kárpátalja a magyarok lakta településekkel együtt elérheti azt az új uniós programot, amit ukrán oldalon a TACS program, itthon pedig az Alter Ego Egyesület indít el a határ két oldalán. Ahogyan az ukrán partnerségben gazdasági vagy civil együttműködésekre szükség van, úgy a határmenti népegészségügyi programokban is szeretnének a szociális és egészségügyi szakmák együtt dolgozni a jövőben, mondták a projekt nyitó sajtótájékoztatóján. A programba sok tevékenységet építettek be, háttérszakmai programokat dolgoznak ki, mintaprogramokat indítanak és jelentetnek meg akár könyv formájában is. De első körben felmérik, milyen szakmai gyakorlati segítségre van szükség a helyi közösségeknek a legfontosabb egészségügyi kérdésekben. Amire fókuszálunk, a drogfogyasztók, az alkoholfogyasztók, a fertőző betegségekben szenvedők, például TBC, illetve a szexuális úton átvihető betegségek, illetve azok a preventív szűrések, amelyek valóban hosszú távon meg tudják előzni a korai halálozást elsősorban a munkaképes korosztály körében. De azt gondoljuk, hogy sok esetben a fiatalok is kikerülnek ezekből a preventív ellátó rendszerekből, és szeretnénk őket visszaterelni. A szegénység, a kirekesztettség, a fertőző betegségek terjedése, a szűrések fontossága a betegségek prevenciójában, mind olyan probléma, amit komplexen kell kezelni, hangzott el a tájékoztatón. Tehát az egészségügyi szférán túl a szociális társszakmáknak is be kell kapcsolódni a problémák kezelésébe. Mi magunk is találkozunk ezekkel a problémákkal, és eddig egyedül szembesültünk mind az egészségügyi, mind a szociális gondokkal. És a maga a TACS projekt árva gyerekeket, különböző olyan csoportokat segít, amelyek például munkanélküli gyerekek csoportja, azon kívül mozgássérültek, gyerekek, fiatalok. És amikor az egészségügy kérdéseiről beszélünk, akkor soha nem merünk hozzá nyúlni, mert úgy érezzük, hogy nincs megfelelő csapat. És ez az együttműködés úgy mutatja, hogy meg fogja tudni szervezni magát, ezt a csapatot. Néhány száz szakember, köztük egyetemi hallgatók vesznek majd részt a programban és az elméleti anyagok kidolgozásában. Az Ungvári Egyetem és a Debreceni Egyetem egészségügyi kara már negyedik éve jó szakmai kapcsolatban áll, ez a harmadik uniós projekt, amit közösen visznek. Piac épült Nyírvasváriban, ahol elsősorban helyi termékeket árusítanak majd. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. A második helyen végzett saját rendezésű nemzetközi tornáján az Enyefese NKS együttese. A női amatőr NB1 rajtjára készülő nyíregyházi kosarasok a román élvonalbeli Temesvár mögött szerezték meg a második helyet. Súlyos 56-7-es vereséget szenvedett a Nyíregyháza Tigers az amerikai futballbajnokság második fordulójában. A kiemelt ligában szereplő tigrisek a Budapest Hurricanes csapattól kaptak ki hazai környezetben. Községi piac épült Nyírvasváriban, ahol elsősorban helyi termékeket árusítanak majd. A beruházás több mint 26 millió forintba került, amelyhez 23 millió forint támogatást pályázaton nyert a település önkormányzata. A csarnokban a helyi termelők kedvezményesen árusíthatják termékeiket, a piac hetente 4 alkalommal várja majd az érdeklődőket. Friss gyümölcsök, zöldségek, helyben készült termékek az új piacon Nyírvasváriban, bár ez még csak ízelítő abból, ami itt várja majd az érdeklődőket. A csarnok környezetében parkolókat és kiszolgáló helyiségeket is kialakítottak. A beruházásra 23 millió forint pályázati forrást nyert a helyi önkormányzat, amelyhez önerőt is biztosított. Úgy gondoltuk, hogy ez a beruházás nagyon fontos a településnek, hiszen kell, hogy visszatérjen a hagyományos kereskedelem egy kis faluba, ahol a helyben megtermett terméket a helyben élőknek eladják, nem pedig a globál kereskedelembe, nagy üzletláncoknál szerzik be. Ezért vállaltuk be azt a kis 4 milliós önrészt, amit ez igényelt.
Az épületkomplexumot a hétvégén adták át. Itt elhangzott, bárki árusíthat majd az új piacon, aki erre jogosult, ám mivel ez a helyi termelők piaca, a csarnokban egy asztalsort a helyieknek tartanak fent, ahol 50% kedvezménnyel kapnak helyet. Annak örülünk, hogy a termékeinket, amit tudunk, ide fogjuk hozni, és akkor a nyírvasvári, vagy még a közelebbi falvakból is, akik jönnek vásárolni, hogy szívesen fogadjuk-e, és ami terméket megtermeltünk, azt nagyon szívesen elhozzuk. A nyírvasvári piac hetente 4 alkalommal várja majd az érdeklődőket, kedden, szerdán és szombaton helyi termékek, vasárnap pedig használt cikkek piacaként működik majd az új komplexum. A második helyen végzett saját rendezésű nemzetközi tornáján az Enyefese NKS együttese, a női amatőr NB1 rajtjára készülő nyíregyházi kosarasok a román élvonalbeli Temesvár mögött szerezték meg a második helyet. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan egy hazai rendezésű nemzetközi tornával hangolt a bajnokságra az Enyefese NKS együttese. A Bige Holding kupáért a nyíregyháziak mellett a romániai Temesvár, a szlovákiai Kassa és az ND1-es Diósgyőr második csapata szállt harcba. Farkasinski Gyuláni együttese 97-81-es vereséget szenvedett a Temesvártól, majd a Diósgyőrt 85-57-re, a Kassát pedig 101-69-re verte, így a második helyet szerezte meg a tornán. Megpróbáltunk erősebb csapatokat hívni, hogy a felkészülésünk az valóban olyan legyen, amit mi elképzeltünk. A Temesvár csapata, hogy az tavalyi bajnokságban a román bajnokság 7. helyezett csapata volt, azóta erősítettek, tehát volt két olyan szerb centerük, amit szerintem Ába nálunk is megállna a helyét. Az iránytóik is nagyon jó volt, tehát egy nagyon jó Temesvár ellen játszottunk. A szlovák csapat az picikét gyengébbre sikerült, mint amire mi terveztük, mert a nagy csapat az egy olyan felkészülésre ment el Szlovákiába, hogy nem tudtak hozzánk bejönni. A Diósgyőr ugye az behozta a B csapatát, akik az utánpótlás korok, tehát a fiatalok, tehát ők juniorkorú játékosok. De én úgy gondolom, hogy nagyon jó mérkőzéseket játszottunk minden szempontból, tehát mindenkit lehetett pályára küldeni. A legjobb mérkőzések Temesvár ellen volt már a játékos állomány tekintve, és remélem, hogy ez a torna jól szolgálta a felkészülést, és azokat a hibákat, amik most még vannak, azokat a jövő héten, meg az acskövetőt megpróbáljuk kijavítani. Mivel nyáron csak minimális mozgás volt a keretben, a csapat játéka is csak keveset változott az előző szezonban látotthoz képest. Ugye a játékosok azok szinte ugyanazok maradtak, akik eddig voltak, és akik újonnan jöttek, azok ugyanazokra a posztokra jöttek be, ahonnan végülis hiányzó játékosaink vannak, tehát nem lesz más. Természetesen azért mi is próbálunk újítani, megpróbálunk más játék szituációkat létrehozni, mint ami eddig volt, megpróbálunk a védekezésünkön egy picikét javítani, tehát mi is újítunk, megpróbálunk valami olyat létrehozni, vagy olyat megtanulni, mivel a csapatokat mi is meg fogjuk tudni lepni majd. A női amatőr NB1-ben október 6-án kezdődik a szezon. A Szeged elleni idegenbeli idényitóig még Kassán és Nagyváradon lép pályára az Enyefese NKS, amelynek célja a legjobb 4 közé kerülés a keleti csoportban. Súlyos 56-7-es vereséget szenvedett a Nyíregyháza Tigers az amerikai futball bajnokság második fordulójában. A kiemelt ligában szereplő tigrisek a Budapest Hurricanes csapattól kaptak ki hazai környezetben. Az első fordulóban Győrben vereséget szenvedett a Nyíregyháza Tigers, így a második fordulóban hazai pályán mindenképpen javítani akart a Hanász Róbert által irányított együttes. Az ellenfél a tavalyi ezüstérmes Budapest Hurricanes volt, amely már a mérkőzés elején igazolta jó hírét, hiszen 20-0-ás vezetésre teszélt az első negyedben. A folytatásban sem telt sok örömük a nyíregyházi szurkolóknak, mivel a nagy szünetig újabb 14 pontot szereztek a fővárosiak, majd a pihenő után 14-7-re, illetve 7-0-ra hozták a negyedeket, kialakítva az 56-7-es végeredményt. Hanász Róbert szerint a Tigers játékos állományával nincs gond, ezúttal a felkészülésbe csúszott hiba, ennek köszönhetően mondott csődöt a védekezés és a támadás is. Az alapszakaszból hátralévő két meccsüket mindenképpen meg akarják nyerni a tigrisek, akik már a szeptember 28-án esedékes Újbuda Rebels elleni hazai mérkőzésen bizonyítani akarják szurkolóiknak, hogy csak kisiklás volt a szombati súlyos vereség. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban.
Jelentős beruházások kezdődnek jövőre a megyében a regionális operatív program forrásaiból. Pályázni szociális típusú és funkcióbővítő városrehabilitációra, valamint út- és gazdaságfejlesztésre lehetett. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen 13 városban 5 milliárd forint értékben valósulnak meg fejlesztések. Több útszakasz rekonstrukcióját végzik egyszerre Nyíregyházán. A belvárosban az Országzászló téren felmarták az aszfaltot, a kivitelező várhatóan a hétvégére el is készül a beruházással. Ezzel egy időben kevésbé forgalmas útszakaszokon is végeznek helyreállítási munkálatokat. A szenvedélybetegségek visszaszorítása, a fertőző betegségek, például a TBC terjedésének megállítása, szűréssel, tájékoztatással. Az egészségmegőrzés a fő célja a legfrissebb ukrán-magyar uniós programnak. Az Európai Unió erre a célra több mint 111 ezer eurót biztosított 90%-os támogatás mellett. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legfontosabb eseményeivel. Friss hírekkel holnap este ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Híreinket addig is megtalálják weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, töltsék nagyon kellemesen az estét, viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk, kisebb esővel. Egymást követő frontok között éjszaka és holnap csak átmenetileg lehetnek kevésbé felhős helyek és időszakok. Éjjel eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. További eső, zápor várható. A nyugati szél megélénkül, időnként megerősödik, reggelre általában 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte változóan, majd többnyire erősen felhős lesz az ég, kisebb eső, zápor előfordulhat, a nyugati szél időnként megélénkül. Délutánra 17 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg fronti hatás van a térségben. Csütörtökön a nap első felében többfelé valószínű eső, zápor, a hét további részében már csak kevés helyen eshet, szinte mindenütt lesz több-kevesebb napsütés, de csak néhány fokkal erősödik a nappali felmelegedés. Derűs napot kíván a pénzügyekben is a Szabolcs Takarék Szövetkezet. Időjárás jelentésünket Újfehértóváros önkormányzata támogatja.